Magyarországon május 4-től a fogászat új COVID utáni korszaka kezdődött el. Vannak, akik tragédiaként fogják fel a betegforgalom és a megélhetés drámai visszaesését, talán ez a többség. Mások viszont szakmai és üzleti fellendülésnek a nagy lehetőségét látják benne. Három beszélgető társam van, akikről inkább az utóbbiről fogunk beszélgetni. Egy perc múlva kezdünk, ne menjenek sehova! Az élő közvetítés támogatója a Dentartechnik, amely közel 30 éve élen jár az innovációban és a fogászatot érintő ipari fejlesztésekben. Támogatónk az SGS Dentál, több mint 10 éve kiváló minőség, prémium felületkezelés és 100%-os elégedettség. Támogatónk a Fast Lab Labor Diagnosztika, PCR-tesztelés fogászatoknak. Üdvözlöm Önöket, ez a Dentál.hu Dentál hírek külön kiadása, én Tóth Mihály vagyok. Magyarországon május 4-től a fogászat új COVID utáni korszaka kezdődött el, erről fogunk beszélgetni ma három beszélgető társammal. Vannak, akik tragédiaként fogják fel a betegforgalom és a megélhetés drámai visszaesését, talán ez a többség, mások viszont a szakmai és az üzleti fellendülés nagy lehetőségét, kiugrás, innováció lehetőségét látják benne. Fogorvosok, asszisztensek, szájhigiénikusok, fogtechnikusok, kereskedők ezre érzik, hogy valami nagyon alapvető változás történt. Nem olyan régen egy beszélgetésben az is elhangzott, hogy már soha többé nem tér vissza az a korszak, ami a COVID-járvány előtt volt. Új kihívásokkal kell megküzdeni, és néhány speciálisan fogászati problémára kell hatékony megoldást találni, hogy a munkát tudják folytatni. Az egyik legnagyobb kihívás a fogorvosi munkák során keletkező aeroszol képződés kérdése. A vírus terjedésére optimális körülményeket biztosítanak a szájból kiáramló levegő nyál cseppek, a finom porlasztott pára, ami a COVID részecskék millióit tartalmazhatja. Eddig is léteztek ismert megoldások a problémára, azonban Kónya János és a Dentartechnik fejlesztő csapata új megoldással rukkolt elő, amely jelentősen képes növelni az elszívás hatékonyságát, és ezzel a fertőzés kockázatának csökkentését, így az orvos, a személyzet és a páciens is lényegesen jobban van védve. Tisztelettel köszöntöm mai beszélgető társaimat, Kónya János, fogtechnikus mestert, a Dentartechnik ügyvezetőjét, aki egyébként okleveles gépészmérnök, illetve a referencia klinikák részéről dr. Tálos Marianna szájsebész, parodontológus és fogszakorvost, a Hedentár rendelő vezető orvosát, valamint dr. Csák Csabát szájsebész, szakorvos, implantológust, a Dentart Klinik főorvosát. Köszönöm, hogy itt vannak velem a beszélgetésben. Rögtön hadd forduljak Jánoshoz az első kérdéssel, hogy hát eddig is voltak ilyen az aeroszol elszívásához használt eszközök. Milyen az újításnak a lényege, miben különbözik az eddigi megoldásoktól? Én is üdvözlök mindenkit. Alapvetően az, hogy voltak eddig is az aeroszol elszívására eszközök. Egyszerűen azokat vizsgáltuk meg, hogy mik állnak rendelkezésre, valamint azt vizsgáltuk meg, hogy mekkora szükség van erre, hogy ezt az aerozolt a lehető legjobban, legtökéletesebben el tudjuk onnan szívni, ahol keletkezik. A mi újításunk csupán abból állt, hogy a rendelkezésre álló dolgokat használtuk fel, mint például a rendelőkben megtalálható exhaustor, és amennyiben a rendelőkben megtalálható exhaustor a szükséges minimumot, amit úgy meghatároztunk, hogy 300 liter per perc legyen, képes elszívó teljesítként produkálni, akkor a mi általunk kifejlesztett aerodinamikailag és ergonomiailag szerintem felhasználóvá tett elszívó fej, az képes a kialakuló exhaustornak a nagy többségét elszívni. Természetesen tudni kell itt azt, hogy hogy kell használni, meg kell tanulni használni ezt az eszközt, tudni kell azt, hogy az, ami az aerozolt képzi maga a turbina vagy puszter, az mi módon hat erre, tehát hogy hogyan irányítsuk azt, és hogy lehet a leghatékonyabb az eszközünk. A cél az volt, hogy a kiindulási helyénél fogva szüntessük meg ezt a problémát, hogy az aerozol kikerüljön a szájból,
ezért helyeztük közel a szájhoz, nyilván nem beleraktuk, hanem csak közelébe. Azért egy éves kialakítást adtunk neki, hogy a szájterpeszre, ami szintén rendelkezésre áll, arra rögzítésként fel lehessen csatolni, valamint egy ívet adtunk neki, hogy a lehető legnagyobb felületről tudja elszívni. Aztán egy másik érdekessége még ennek a dolognak, amit mi használtunk, hogy nem az általánosan 16 mm-es csatlakozási pontját használjuk az exhaustornak, hanem a külső felét, tehát az exhaustor zárfejének a külső felületére illesztünk rá, így nem csökkentjük azt a szívó teljesítményt, amit mondjuk egy szűkítéssel kellene ilyenkor létrehozni. Tehát én azt gondolom, hogy kérdezzük meg azokat, akik esetleg próbálták vagy használták. A Csaba rengeteget segített nekünk ebbe, hetekig próbáltuk nála a rendelőben, míg ugye ez a vírus, illetve a probléma fennállt, úgy módon, hogy a Csaba közreműködött a tekintetben, hogy látja jobban a pácienst, hogy fér hozzá jobban a pácienshez, hogy kezelhető számára, tehát felhasználó barát tudjon lenne. Mi megcsináltuk a fizikai alapjait, ezt az aerodinamikai alaptervezést, illetve a Csabának a tanácsai szerint viszont a formai további formai kialakítást hoztuk létre. Akkor hadd forduljak rögtön a Csabához, hogy egyébként a COVID-járvány alatt a korlátozások alatt dolgoztak? Volt sürgősségi ellátás? Igen, volt sürgősségi ellátás. Hétfőn és csütörtökön tartottunk egy úgymond fogászati ügyeletet, és azok a kollégák, akik vállalták, azok dolgoztak, és azok az asszisztensek, tehát nem volt kötelező, ez önkéntes alapon működött, úgyhogy dolgoztunk. Hadd kérdezzék egy picit korábbra, mert hiszen ez az aeroszol képződés, ez korábban is volt már probléma, ugye a COVID-járvány ezt felerősítette, de alapvetően eddig hogyan védekeztek? Tehát a influenza eddig is terjed, hogyha az aeroszol mindenfele terjeszti a COVID-ot, akkor terjeszti az influenzát is. Eddig milyen védekezést használtak? Hát az igaz, hogy az aerozol képződésre a COVID-19 vírusfertőzés hívta fel a figyelmet, mégpedig azért, mert légutakon keresztül terjedő megbetegedés, és nagyon, nagyon agresszív. Tehát ezért igaz, hogy volt már az influenza vírus, az is légutakon keresztül terjedő megbetegedés, de mivel az általános és elfogadott, hogy van, nem hívta fel a figyelmet az aerozol képződésre. Az aerozol képződés ellen eddig csak az exhaustor és a nyálszívó volt, és nem is igazán az aerozol képződésre koncentráltunk ezekkel a készülékekkel. A COVID-járvány alatt elég sok előírás jött, emlékszem az EMMI levélre, illetve a későbbi, már a nyitást engedélyező levélre és annak a mellékletére, hogy valami elképesztő leírás volt, hogy mi mindennel kell felvérteznie magát egy rendelőnek. Önök mi az, amit használtak a járvány során, mint védekező eszköz, és mi az, amit most a hétköznapokban alkalmaznak? Mi nagyon-nagyon vártuk a módszertani levél megjelenését, hiszen tudjuk mindannyian, mint fogászatban, illetve szájsebészetben dolgozó kollégák, hogy azért a COVID-19 járvány mindenkire egy nagyobb megmérettetést mért, és ennek megfelelően mindenki szerintem a saját maga infekció kontrollát megcsinálta a járvány ideje alatt. De természetesen a légszűrő berendezésektől kezdve a fokozott egyszerhasználatos készülékekig, vagy anyagokig, köpenyig mindent megvásároltunk, amit lehetett, de azt gondolom, hogy az egységes módszertani levelet mindenki nagyon várta, ami pont a május 4-e indítás után egy nappal jelent meg. Ez nagyon-nagyon nagy segítség volt szerintem a szakma számára, ami egy alapvetően betartható módszertani levél, mint az asszisztenseknek, mint a vezető orvosoknak és a szakmában dolgozó orvosoknak nagyon nagy segítséget nyújt, és azt gondolom, hogy ha ezeket a gondolatokat, illetve előírásokat betartjuk, a minimálisra csökkentjük a rendelőkben a fertőző forrásnak a mértékét, és hozzá kell tennem, hogy szerintem minden kollégában azért egy kis lélegzetvételnyi
helyzetet teremtett a 4 orvostudományi egyetem által nyilvánosságra hozott COVID-teszteknek a bemutatása, hiszen azt gondolom, hogy most Magyarország átfertőzöttsége minimális, hasonlóan pár környező országhoz képest. Nem lélegezhetünk föl, mert teljesen egyetértek abban azzal, hogy más vírus, illetve a bakteriális fertőzésre is fel kell készülnünk, tehát ezeket a dolgokat meg kell tennünk magunk és a betegeink érdekében, de azt gondolom, hogy talán lélektanilag egy kicsit fellélegzéshez jutott a szakma. Hát, hogyha belegondolunk abba, hogy a fogorvosok tudják, hogy hány milliárd baktérium, hány milliárd kórokozó van az ember szájában, és több száz fajta, akkor ez, ha kering a levegőben, és ezt az orvosok és személyzet a következő beteg beszívja, az nem biztos, hogy jó. Eddig se volt jó, de eddig nem volt rá igazán megoldás. Hát akkor, hogy most milyen megoldást fejlesztettek Konya Jánosék, erről 30 másodperc múlva beszélünk, szusszanunk egyet, mutatunk egy reklámot, és aztán innen folytatjuk, hogy milyen az új eszköz, mit tud, és hogy a napi gyakorlatban mire is és hogyan lehet használni. Támogatónk a Dentartechnik. Támogatónk az SGS Dentál. Támogatónk a FastLab Labor Diagnosztika. Vendégeim Konya János, a Dentartechnik ügyvezetője, dr. Tálos Marianna, szájsebész parodontológus, fogszakorvos, a Hedentál rendelő vezető orvosa, és dr. Csák Csaba, szájsebész szakorvos, implantológus, a Dentart Klinik főorvosa. A szájsebészben mindig beletörik a nyelvem, remélem megbocsátják nekem. Arról beszélgetünk, hogy a COVID előtt, illetve a COVID után hogyan változik sok minden a fogászatban, és egy új eszközről hallottunk, amit Konya Jánosék fejlesztettek ki, és az Exostorra felrakva, felszerelve drámaian javítja annak a hatékonyságát. Jánost kérdezem arról, hogy ha jól értettem, akkor ez egy olyan új eszköz, amit a régi eszközre lehet rácsatolni. Most akkor ezt kézbe kell fogni, vagy hogyan zajlik a napi gyakorlatban ennek a használata? Én azt gondolom, hogy a használata végtelenül egyszerű. Különböző, itt mutatom is, különböző Exhaustor fejek vannak, amik a rendelőkben rendelkezésre állnak. Most a típusok megjelölése nélkül mutatom. Ezekhez mi különböző adaptereket csinálunk. Ezeknek az adaptereknek a segítségével lehet például illeszteni az Exhaustor fejeket a helyükre, tehát így látható módon, kuposan illeszkedik, és így módon azonnal használatra kész az eszköz, a szájterpesz használatával egyidejűleg. Egy típusnál van egy izgalmasabb használata, a kattáni készüléknél, amikor le kell csavarni a végét, és erre fölcsavarhatóvá lehet tenni, felszerelhető az adapter, és így módon könnyedén használható. Valamint ennek van egy érdekessége, hogy a továbbiakban megmarad benne az a nyílás, amelyik a hagyományos Exhaustor csövét is képes fogadni. Tehát, hogyha egyszer felszereli valaki, és persze megelégedik ezzel a színnel, amit egyébként tudunk változtatni, akkor egyidejűleg tudja használni, egy kezelésen belül tudja használni magát a mi általunk fejlesztett Exhaustor fejet, illetve a hagyományos Exhaustor csövet is. Én azt gondolom, hogy ez nem bonyolult, sőt ez volt a célunk, hogy a legegyszerűbben oldjuk meg a rendelkezésre álló eszközökből. Szájterpesz van többnyire minden rendelőben, egyébként a beszerzése nem túl drága, így módon inkább azt mondom, hogy filléres eszköz. Az Exhaustor mindenkinél rendelkezésre áll. Itt egyedül azon múlik minden, hogy az Exhaustor teljesítménye, a teljesítmény függvénye az, amelyik az elszívás készségét nagy mértékben befolyásolja. De ez sem okoz különösebben problémát, mert van arra is mód, vagy módszer, hogy hogyan lehet például magát az Exhaustor motorját egy kicsit feltuningolni, spécizni. Van fogászati szervizzel kapcsolatunk, akinek már erre megfelelő ötlete is adódott. Doktornőt kérdezem, bocsánat, hogy ezt önök már használják? Ez már napi gyakorlatban van ennek az eszköznek a használata? Igen, azt hiszem, hogy tőlem kérdezi. Igen, doktornőtől kérdezem, hogy ez napi használatban van már ez az eszköz? Én abban a szerencsés helyzetben lehetek, hogy egyébként is jó barátságban vagyok Konya Jánossal, és elsőként próbálhattam ki eszközt. Nálunk is folyt sürgősségi ellátás a COVID-járvány ideje alatt heti egyszeri alkalommal, amikor még aerozol képződésre se járó beavatkozást nem nagyon végezhettünk.
viszont május 4-től mi aktívan használjuk a rendelőnkben, és azt tudom mondani, hogy ebben a helyzetben, amikor, és erre is ki kell térni, hiszen a fogászatok, az egyéb hasonló rendelőknek a költsége nagyon-nagyon megnőtt, és valljuk be őszintén, hogy azzal, hogy mindent szeretnénk betartani, a triázsolástól kezdve a rendelőben való infekciókontrollig ment mindent, ezért nagyon kitolódik maga a kezelési idő is, tehát adott idő alatt természetesen kevesebb páciens tudunk ellátni. Na most ezekben a költségeknél ez a János által feltalált szívó nagyon-nagyon nagy segítséget nyújt, hiszen ez nem egy egyszer használatos eszközről van szó, és nagyon egyszerű és nagyszerű. El tudnám azt is mondani, hogy az asszisztensnőnek az egyik keze felszabadul, hiszen az exhaustorozásnál az asszisztensnő az egyik kezével arra koncentrál, hogy az exhaustort a megfelelő irányból kezelje, viszont itt ez egy önasszisztens is, hiszen rátesszük a szájterpeszre, a fogorvosnak is sokkal nagyobb a belátandó terület, sokkal könnyebben hozzáfér, és azt gondolom, hogy a jelenlegi típus is nagyon nagy mértékben elszívja a képződött aerozolt. A nyálszívót lehet mellette használni, ami esetleg még intenzívebbé teszi ezt a hatást. Egy kicsit Jánossal beszélgettünk arról, hogy nagyon megfelelő ennek a hatása a felső moláris fogaknál, viszont a felső frontfogaknál még fejlesztést igényel, és azt gondolom, hogy nagyon sok fogorvossal brainstormingot folytatunk ez irányban, ezt lehet, hogy majd még egyszer felvesszük. Nem, ez olyan, mint a szájsebész, azt én rontom el, én a brainstormingot. Oké, tehát a brainstormingolunk, és ennek megfelelően én úgy tudom, de majd János el is fogja mondani, hogy már elkezdődtek a fejlesztések ez irányban is. Úgyhogy én teljesen meg vagyok elégedve ezzel, és még azért azt mondanám, talán azért is, mert gondolom, hogy ezt az adást sok fogorvos kollega nézi, hogy javasolnám mindenkinek, tudom azt, hogy nem mindenki szereti a kofferdám használatát, de ahol lehet, szerintem ez is egy nagyon nagy hatás arra, hogy az aerozol képződést a minimálisra csökkentsük. Tehát azt gondolom, hogy a maga a kofferdám és ez a szívókészülék már szinte egy tökéletes megoldás jelent ebben a helyzetben számunkra. Doktor úrhoz fordulok, hogy ha jól értettem János szavait, akkor ezt ketten fejlesztették, tehát János volt a gépészmérnök, ön pedig a gyakorlati ember, aki ezt a gyakorlatban tesztelte is. Mit lát most ez az eszköz kész van, vagy úgy hallottam doktornőtől, hogy még vannak fejleszthető területei, mennyire illeszthető be ez az eszköz holnaptól bármelyik rendelőnek a működésébe? Az az igazság, hogy az ötlettel már a fogtechnikusok kerestek meg engem. Kónya János és Őrinc Dániel, aki a 3D nyomtatásnak a nagymestere itt a győri fogtechnikán. És már kialakult koncepcióval jöttek oda hozzám, és amikor megláttam ezt a szájterpeszre illeszthető szerkezetet, akkor azt mondtam, hogy ez nagy ötlet. Tehát nem kell egy ember, aki irányítja, és aki tartja ezt az exhaustort, hanem ez az exhaustor ideális helyre, oda van illesztve a szájhoz, egy nagyon, nagyon jó ötlettel, egy általunk már ismert szájterpesszel, amit legtöbbször fényképezéshez szoktunk használni. Úgyhogy utána már csak az ergonomiai kialakítása volt a probléma, és na azon tényleg egy két hetet dolgoztunk legalább, és próbálgattuk, hogy hogyan alakítsuk ki, hogy a legkevésbé és a legnagyobb hatásfokkal történjen az aerozol elszívás. Amit a kolléganő mondott, aki nagyon jó barátom, a Tálos Marianna, az igaz, hogy a felső front régióban ott nem nem ott a legnagyobb a hatásfok az elszívásnak, de erről az a véleményem, hogy ugyanúgy, mint minden készüléket, ezt is meg kell tanulni használni. Tehát ezt aki használja, az fogja látni, hogy
hogy bizonyos helyzetekben, amikor tartja a könyökdarabot, akkor lehet a könyökdarab pozíciójával irányítani azt, hogy nagyobb hatásfokú legyen az elszívás. Tehát akkor mondhatni, itt egy folyamatos fejlesztés zajlik, itt még lehet ötletelni, hogy mit lehetne még ehhez az eszközhöz hozzá gondolni. Ami azt gondolom, ha úgy kezdtük ezt a mai beszélgetést, hogy a járvány sokak számára az innovációt, a fejlesztést hozza el, akkor tulajdonképpen most ezt látjuk, hogy reagál a gyakorlatban is a fogtechnika, illetve a fogorvoslás arra, hogy hogyan lehet még biztonságosabb. Jánoshoz hadd forduljak még egy kérdésre. Tehát az a pandémia az egy globális jelenség, ez a világon mindenhol probléma, és mindenhol a fogászatot érinti. Nem is olyan régen volt egy beszélgetésem, ahol 14 fogorvos 12 országból mesélt el, hogy náluk mi történik, és mi történt. Mit gondol, ennek az eszköznek nem lenne létjogosultsága mindenhol a világon? Van ilyen tervük, hogy ezt kiviszik? Nagyon jó a kérdésed. Erre azt tudom erre válaszolni, hogy amikor a Facebookon először megjelent erről az első videóanyagunk, gyakorlatilag majdnem az összes országból meg is kerestek e tekintetben, hogy érdekelné őket és hogy forgalmaznák. Nagyon sok kereskedő jelentkezett be a tekintetben, hogy őt érdekli, és mikor kerülhet ez a saját országukba is forgalomba. Azt kell erről tudni, hogy elkezdtük természetesen ennek a terméknek oly módon a nagy sorozati gyártásának előkészítését, ami már fröccsöntéssel, polikarbonátból készülő, egy gyorsabb és nagyobb szériás gyártást tesz lehetővé, hogy ellentétben a 3D nyomtatott termékkel, ami egyedileg gyártandó, egyedileg kézzel, rendkívül nagy időigényel, és persze az alapanyag költségéről nem is beszélve, hogy olcsóbbá és kézenfekvőbbé tudjuk tenni ezt mindenki számára, hogy használhatóbbá lehessen tenni, és hogy minden bevőt akárhol az országban, vagy az országon kívül is ki tudjunk szolgálni. Tehát van erre egy tervünk. Természetesen visszatérve arra, hogy közben a használat során felismertük azokat a hiányosságait, amit még fejlesztenünk kell, mint például a felső front régiónak a tökéletesítése, elszívás tökéletesítése. Ez is folyamatban van, erre már mi tervezünk, fejlesztünk egy saját szájterpeszt, aminek az ívén közben mozgathatóvá válik, nem csak egy kis szegmensen, hanem egy sokkal nagyobb íven az elszívó. Innentől fogva akkor gyakorlatilag az elszívás helyét be lehet állítani a száj körül, de majd ezt a későbbiekben lehet, hogy akkor be is mutatjuk, amikor már lesz kézzelfogható és tesztelhető modellünk is. Tehát én azt gondolom, hogy igen, lehet erre szükség, és van is. Tehát a kereslet, én azt gondolom, hogy azokkal a telefonálásokkal megkezdődött, és azzal, hogy most itt a COVID-járvány lecsenge, de vagy nem, a vírusok maradnak. Most ez a vírus van éppen talpon, lehet, hogy lesz egy következő, de a legfontosabb az, hogy az aerozol képződésre felhívta a figyelmet, és ez ellen való védekezésnek egy játékszere, ez a mi kis eszközünk, egyébként hasznos eszköze, viszont ez én úgy gondolom, hogy maradni fog. Tehát azzal, hogy itt, ha ne adj Isten lecsengene, persze minél előbb ez a járványosdi, akkor utána valószínűleg a használatban fog maradni ez az eszköz. Akkor zárszóként hadd kérdezzem meg, hogy elérhető az eszköz, ha valaki most szeretné megrendelni, illetve hogyha elérhető, akkor hogyan érhető el? Igen, elérhető az eszköz. Annyit kérünk ilyenkor, egyébként van egy ilyen, hogy elszívókukac.dentartechnik.hu. Itt lehet kérdéseket feltenni, itt lehet érdeklődni az elszívó fejünk iránt. Itt lehet megrendelni, szükség esetén itt kell, akkor természetesen az elszívó típusát megadni, a rendelkezésre álló szívókészséget ellenőrizni, és azt nekünk bemondani. És természetesen itt adunk mindenféle információt róla, az árról, a szállítási lehetőségről, a kolléganők ezt intézik folyamatosan. És visszajelzéseket várunk azoktól az orvosoktól, akik ezt elkezdik használni, csupán azért, hogy a lehető legjobbat tudjuk belőle kihozni. Tehát a készülékünk, az elszívófejünk folyamatos fejlesztés alatt áll, ezért is nehéz még a sorozatgyártásról beszélni. A folyamatos fejlesztés az úgynevezett S3-as típusnál tartunk, tehát ez a széria 3-as verzió. Minimális módosításokat tartalmaz, de elsősorban ergonómiai kialakításokon dolgozunk.
illetve ez, amiről már előbb beszéltünk, hogy nagyobb ívbe lehessen majd a csatlakozást biztosítani az elszívás területe irányába, ez szerintem meg fogja hozni azt, hogy gyakorlatilag az esetek 90%-ában hatékony tudjon lenni. Tisztelt nézőknek, akkor mondom, hogy lehet jelentkezni tesztpilótának, közösen fejleszteni egy fantasztikus új magyar eszközt, ami lehet, hogy globálisan fog megoldást jelenteni az erről szól képződés csökkentésére, ennek a kezelésére. Úgy kezdtük, hogy van, aki tragédiaként fogja föl a COVID-járványt és annak hatásait, van, aki pedig innovál. Hát legyenek önök is azok, akik innoválnak, csatlakozzanak Kónya Jánoshoz, akinek köszönöm szépen, hogy elhozta nekünk ezt az eszközt és beszélt róla. Köszönöm dr. Tálos Mariannának, a Hedentár rendelő vezetőorvosának, hogy elmondta a gyakorlati tapasztalatát, illetve dr. Csák Csabának, a Dentár Klinik főorvosának, hogy mesélt nekünk az eszköz fejlesztéséről. Önök a dentál.hu Dentál Hírek külön kiadását látták, ha úgy tetszik, a post-covid időszak első napjaiban. Folytatjuk a beszélgetéseket, hogyan tovább a magyar fogászatban. Tartsanak velünk, iratkozzanak föl a YouTube csatornára, illetve ne felejtsék el lájkolni, bekövetni a Facebook oldalt. Viszontlátásra! Az élő közvetítés támogatója a Dentartechnik, amely közel 30 éve élen jár az innovációban és a fogászatot érintő ipari fejlesztésekben. Támogatónk az SGS Dentál, több mint 10 éve kiváló minőség, prémium felületkezelés és 100%-os elégedettség. Támogatónk a Fast Lab Labordiagnosztika, PCR-tesztelés fogászatoknak.